A következő évtől azokon a településeken, ahol a lakosok száma meghaladja az 5000 főt, nem vehető majd igénybe a családok otthonteremtési kedvezménye. Így még ebben az évben vásárol az, aki nagyobb városban szeretne letelepedni és csokot igénybe venni. 24. január 1-től lesz változás. Ennek a változásnak ugye nyilván előtte van egy hatása, mert azok, akik nem tudnak majd ezentúl csokkot igényelni, azok elkezdtek ingatlant keresni, mert várhatóan az 5000 fő feletti településeken nem lesz csok, falusi csok nem lesz, csoknál semmilyen csok nem lesz. Ezáltal elesnek a csok hitel lehetőségétől, ami egy 3%-os hitel volt, ehelyett 15%-os piaci hitelt kell, hogy felvegyenek, ami azért sokkal magasabb, illetve aki csokkal vásárolt ingatlant, annak nem kellett illetéket fizetnie az ingatlan vásárlás után. Tehát azok az emberek, akik 5000 fő feletti településen terveznek, azok most kezdtek el vásárolni. És igazából a falusi csokkos településekről meg azt lehet elmondani, hogy aki tud várni az eladással, ő megvárja a január 1-jét, és egy magasabb áron kezdi el majd hirdetni az ingatlanát, hiszen a támogatásoknak az árát általában azért beleépítik a tulajdonosok az ingatlanok árába. Arról is kérdeztük Bákány Zsoltnét, hogy a csok szempontjából melyek azok a kis települések, amik leginkább kedveltek a vásárlók körében. Nem esnek túlságosan messze Nyíregyházától, és élhető lakókörnyezetet biztosítanak. Eddig is nagyon preferált település volt Búj egyébként, illetve Kótaj, illetve Napkor, Levelek, tehát ezek a települések, ahol ugye nem haladja meg a lélekszámot az 5000 fő, illetve mindenféle honlapon el lehet írni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő olyan településeket, ahol ezt igénybe lehet venni. Azokon eddig is nagy volt a mozgolódás, várhatóan ez folytatódni fog. Ők nagyon örülnek, mert nyilván a falvak nem fognak elnéptelenedni, iskolákba, óvodákba lesznek gyerekek, és ez azért pozitív dolog. A szakember elmondta. Az infláció és a háború következményei az ingatlanpiacra is hatással voltak. A falvak életében nagy a demográfiai változás. Kis községekben már 8 millió forintért is lehet szerényebb otthon találni, 20 millió forint környékén pedig egy tágasabb családi házba költözhetnek azok, akik kertesházban gondolkodnak.